Szeretettel köszöntöm az Ajka Televízió nézőit, a Szemtől Szembe ezúttal a Választás 2022 címet viseli, és a vendégünk Sándor Balázs, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ajkai elnöke, ugye? Fogalmazunk ki. Így, bár nyilván ilyen tisztségeket, mint a reformátusoknál is ilyen háttérő ennek szóval, ez egy hülye párhuzam volt. Tehát ugye legutóbb nem te indultál, megegyeztünk, hogy beszélgetünk, én vagyok az idősebb, nem te indultál a Kétfarkú Kutyapárt színeiben, de mikor döntötted el, hogy mégis, most viszont igen? Hát nekem ez a kutyapártos tevékenység az egészen 2017-re vezetődik vissza. Hány éves volt akkor? Akkor 17 éves voltam, úgy könnyű kiszámolni akkor szerencsére. Akkor ezredfordulós gyerek vagy. Igen, 2000-es vagyok. Úgyhogy a 18-as választáson még nem indulhattam, nem volt választójogom, úgyhogy az első ilyen megmérettetés az 2019-ben volt az önkormányzati választáson, ahol itt el is indultunk, és egy egészen szép eredményt amúgy el is értünk, ilyen 5% körül végeztünk a városban, amiben én kifejezetten meg voltam elégedve. És akkor igen, most derült ki, hogy akkor én fogok ugye indulni ebbe a választókörzetben. Ez általában amúgy úgy szokott működni, hogy aki szeretne jelölt lenni és vállalja, és már évek óta kutyapártozik, azt látjuk szívesen. Úgyhogy itt Ajkán úgy azért benne volt, hogy én... Ez gondolom a fiatal korosztály jobbára, nem csak? A pártnak elég ugye a viccesebb korosztály, és nem tudom. Hát igazából van minden, körülbelül az átlag életkor a párban ilyen 35 körül van, úgyhogy tényleg egy viszonylag fiatalabb közönséget szólítunk meg, így jelöltek szintjén is. De hogy igen, azért vannak nyugdíjasok is, úgyhogy ilyen szempontból ez nem mérhető. Öröki fiak. Mi az üzenete a kampányodnak? Mi a párt üzenete 2022-re? Hát mi ugye szeretjük azt csinálni, amit eddig is csináltunk. Nem magyarázkodni szeretünk, hanem inkább csinálni a dolgainkat, és ezt szeretnénk inkább most is csinálni. Viszont csináltunk idén is egy, vagyis kitaláltunk egy kampány szlogent, már az önkormányzati választáson is ezt használtuk, hogy Ajka, mi felcsútunk. Ennek van egy olyan kis háttér története, hogy ugye köztölti a Fidesznek felcsúd az ilyen nagy mintatelepülése, és a társelnökünk Suzi mondta egyszer azt, hogy Ajka, mi már annyi mindent csináltunk, és mi annyira királyak vagyunk itt, hogy akkor a kutyapártnak pedig Ajka a felcsútja, és akkor azóta ezt használjuk. Hát érdekes megközelítés, hogy felcsútról indult valaki, aki azóta elég szép pályát futott be, és akkor te is ilyesmire számítasz? Tehát ilyen érzelmi töltése? Már elkezdtem kitanulni, igen. Ez OK-s képzés egyébként, vagy pedig ilyen? Igen, jó OK-s gázszerelőt elkezdtem elvégezni, majd egyszer talán befejezem, még ráérek vele. Hát sok sikert kívánok hozzá, viszont komolyabbra fordítva a szót, van egy olyan vélekedés, hogy ugye most polarizált a politikai tér, sőt kétpólusú nagyjából, hogy aki nem az ellenzéket támogatja, az a Fidesz támogatja. Lehet ez ebbe valami? Nem lehet ebbe nem különösebb lehet. Dolog. Múlt héten volt az MTA-tól egy matematikusunk, aki a választási matek szakterületén dolgozik, és a Kétfarkú Népfőiskolában, az egy ilyen ingyenes képzéseket nyújtó kis platform, ott tartott egy előadást arról, hogy ennek miért nincsen semmilyen háttér valóságtartalma. Mert különben, akik nem szavaznának, a kutyapárt, azok nem is szavaznának? Ők nem mennének el szavazni. Elvesző szavazat. Sőt, viszont mi egy kicsit az ellenzék jobban is jár vele, hogyha mi elindulunk, mert nagyon sok szavazón, kb. Ilyen 20%-nyi kutyapártos szavazó korábban a Fideszre voksolt, úgyhogy azokat elszívtuk onnan, valamint hogy be fogunk vinni a választásba kb. 200-300 ezer új választót, akik ugye azért mennek el, mert indul a kutyapárt, és ezeknek egy jelentős százaléka viszont egyéniben a közös ellenzék jelöltre fog szavazni. Egyéni meggyőződés alapján, és nekünk ezzel teljesen meg vagyunk egyezve, tehát mi is valószínűleg fogjuk azt kommunikálni, hogy a kutyapártnak nem az egyéni körzetek lesznek a fontosak, mivel ugye nem számítunk sehol arra, hogy megnyerjük az egyéni körzetet. Úgyhogy egyéniben nyugodtan lehet szavazni a közös ellenzék jelöltre, viszont pártlistán pedig háromszor annyit ér egy kutyapártra leadott szavazat, mint egy ellenzékre leadott szavazat. Ugyanez az MTS matematikus számítása alapján. Hát először hallok erről a fajta számításról, de hajlandó vagyok elhinni, mert ha már egy matematikus így gondolja. Hadd kérdezzenek, hogy van-e stábja, vagy vannak-e tanácsadói, de hát az előbb elmondottak alapján bizonyára van valaki a háttérben, aki dolgozik a programjukon, ötletel. Ja, hát ő ilyesmire gondoltam, persze igen, nem igen, egy nekem fizetett stáb, nekem vagy nincsen tanácsadói. Stábom, viszont a pártnak országos szinten van. Körülbelül egy 14 000 oldalas
programot állítottunk most össze, ebben szerepel a háború és béke is kettőször, úgyhogy ezzel fogunk nekivágni a 2022-es kampánynak. 14 ezer oldalas. Ja, 14 ezer, azért mondom, hogy 14 oldalt értettem, és akkor nehezen férne bele, de így már érthető, hogy a háború és béke benne van. Magyar nyelven gondolom, tehát bárki tanulmányozhatja. Magyarul és németül viszont és hátrafele, is. Tehát azt fordítva kell majd olvasni. Igen, mindenesetre látszik ebből is, hogy a műveltséget fontos dolognak tartják, igen, és igen. A klasszikus irodalomnak a tanulmányozását. Tehát ez is egy nagyon lényeges párt program pont lehet, de most tényleg nagyon komoly az előző is, de beszéljünk egy kicsit a turisztikai programról, jó? Ami talán kicsit nem ennyire... Az egy kicsit testhez álló. Igen, légből kapott dolog, ez se azért, bocsánat, nem akartam minősíteni. De hallhatnánk majd a turisztikai programról? Igen, ugye 2019 végén kezdtünk el foglalkozni Ajka turizmusával, és ezt intenzívebben 2020 lején, amikor beütött a Covid-válság és a Covid-lezárások, akkor kezdtünk el ezzel intenzívebben foglalkozni. Akkor készítettünk egy lakossági felmérést, hogy mégis az ajkaiak milyen városban szeretnének a jövőben élni, mit tartanak vonzónak, mi a kedvenc helyük, mit tartanának javítandónak. Ezt körülbelül 100-an töltötték ki. Mi ennek köszönhetően, illetve a turisztikával foglalkozó szakembereink összeállításából csináltunk egy kampánytervet, amit bemutattunk 2020. augusztusában Ajkán a VMK-ban. Ebből ugye elkészült a kampányterv, ide meghívtuk a város képviselőit, országgyűlési képviselőket. Eljöttek? Igen, eljöttek. Rig Lajos tette csak képviselőt, és Fenyvesi Zoltán nem jött el sajnos. Az önkormányzattól is jöttek emberek, illetve meghívtunk minden turisztikával érdekelt civil szervezetet, illetve vendéglátóiparos szállodatulajdonost, aki itt van a környéken, hogy ezt hallgassák meg, és akkor közösen gondoljuk tovább. És akkor ebből született meg ez a megállapodás, ezzel voltunk is az önkormányzaton, és kezdtünk ezzel foglalkozni. Akkor tehát van egy forrás... kapcsolat az önkormányzat és a kétfarkú kutyapárt között? Igen. Viszont akkor forráshiányra hivatkozva sajnos ez abban maradt. Pedig... Mik azok, amik elmaradtak például? Hát például mi ugye nagyon szerettünk volna, hogyha Kazincbarcikán a nézők közül már valaki járt, akkor ott láthatja, hogy a panelek oldalán nem ilyen szimpla festés van, hanem valami művészeti alkotást festettek fel, és mi is ilyet szerettünk volna megvalósítani Ajkán az új házfelújítások kapcsolatában. Erről beadtunk egy közérdekű adatigénylést Kazincbarcika önkormányzatához. Ők 2 millió forintért valósították meg ezeket. Ez hány házat jelent körülbelül? Ez 2 millió forint per lakóépület. Ja, értem. Aha, és erről ők nyertek el egy uniós pályázatot is, úgyhogy ők ebből valósították meg. De én úgy gondolom, hogy ez a 2 millió forintos összeg az annyira nem olyan vészes dolog, hogyha egy olyan dologról beszélünk, ami viszont hosszú távon sokkal többet hozhatna a városnak. Tehát igen, elmaradt például ez, elmaradt az interaktív szökőkút, elmaradt az interaktív városismereti ösvény. Az interaktív szökőkút azt jelenti, hogy ha az ember oda megy, akkor befolyásolhatja a vízáramlást, a látványt. Budapesten van, ilyen, ilyen a igen. Szabadság téren. Az úgy működik, hogyha közelebb megyünk, tehát egy ilyen körbe van végig a vízsugár, és ahogyan közelebb megyünk, akkor elállott a vízsugár az adott méten, és akkor át tudunk menni, bemenni a szökőkút közepére. Igen, mintha Veszprémben is láttam volna már hasonlót. Azt nem tudom, hogy ott van-e ilyen. Tehát az egyik tervünk az ez lett volna, a másik pedig szintén Kazincbarcika, illetve Budapesten is vannak ilyen interaktív szökőkútek. Miért pont Kazincbarcika? Többször emlegetik. Igen, Kazincbarcika, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát Kazincbarcikát kiszemeltük már ilyen mintatelepülésnek, mert egy hasonló felépítéssel, hasonló múlttal, hasonló lélekszámmal rendelkező város, mint Ajka, ugyanúgy egy 30 ezeres ipari szocialista város, és ők hogyan mégis sikerült kitörniük ebből az útból, és egy tök színes, tök pesgő várost építettek fel. Ők ugye ezt a Color Festival, szerintem ők Colornak hívják, így építették fel ezt a brandet, és ebből valósultak meg különböző közterületi alkotásaik és fesztiváljaik. Úgyhogy igen, ezt szeretnénk mi is mintaként megvalósítani Ajkán. Én részt vettem most egy turisztikai konferencián az önkormányzatnál, és ott inkább a meglévő értékekre, a meglévő adottságokra próbáltak alapozni. Ilyen ötlet
ötleteik nem voltak? Ötleteitek? Most megint elkezdek tegeződni, jó, megpróbálok ennél maradni. Nem, én maga biztosan maradok a tegeződésnél. Jó, akkor én is próbálom, jó? Tehát ilyen ötleteik, ami kapcsolódik a város konkrét törekvéseihez. De éppen szépen egy ipari skanzent is szerettünk volna létrehozni, az lett volna talán így a legnagyobb költségvetési dolog. Ez a Bányászati Múzeumhoz hasonló, vagy amellett igen, csak inkább tényleg így ez ilyen kis szocialista mi volt, ott erősítette volna, mi ezt úgy gondoltuk tehát el. Nem csak a bányászat, hanem alumínium öntöde. Nem úgy ténylegesen az ipar, igen, az öntödék, a tínföldgyár, minden. Erőmű. Aha. És akkor ezt gondoltuk arra, hogy egy ilyen kicsit elhanyagoltabb ipari épületben lehetne kialakítani ezt. Mint az ilyen szabadtéri. Mint a kriptoház. Bár azt most már kiszemelték másra. Valami hasonló, a pókot néztük ki ennek a célnak amúgy, tehát milyen helyszínűbb is gondolkodtunk. Az nem életveszélyes, mert erre hát gondoltak az önkormányzatnál is, hogy esetleg egy ifjúsági centrumot ott kialakítani, azt hiszem eljtették ezt a tervet, mert óriási költsége járna a biztonságosság tétele. Igen, igen, hát valamiért mi ezt amúgy tényleg úgy gondoltuk, hogy ebben ki lehetne alakítani paintball pályát is, mert országszerte hatalmas népszerűségeknek örvendenek azok a paintball pályák, ahol ilyen élethű környezetben, tehát nem egy ilyen műből megcsinált pályán lehet játszani, hanem tényleg valós. És ezt az ipari környezetbe képzeltétek el? Hogy... Igen, és akkor ott lehetett volna kiállításokat tervezni, fotóstúdiót létrehozni, úgyhogy ilyenekben gondolkodtunk. Ebbe készültek minden. Konkrét tervek is, tehát látványterv, vagy valamilyen költségvetés? Sajnos ennyire eddig azért nem jutottatok el. Aha. De az ötletek megvannak, hát végül is minden nagy elgondolás alapja egy ötlet. Igen, viszont még annyit mondanák ide, hogy viszont szerencsére már több programpontunk is megvalósult ebből. Na. Például örömmel vettük észre, ugye javasoltuk mi is a kicsi szobrok és interaktívabb szobroknak a létrehozását, és szerencsére ezt már meg is csinálták a Kristályval Egyet Egyesületből, és annak köszönhetően kerültek sőt, ki a már ilyen el is loptak, ugye? Mert hát sajnos. Ilyenek a dolgok alkán. Nem tudom, hogy ez milyen új szokás, de régebben azért, mintha nem fog. Fordultak volna elő ilyen közterületi garázdaságok. Hát én attól mindig volt és lesz is. De lehet, hogy én emlékszem rosszul. Ti most kampányoltok, ugye, mondhatjuk azt, legalábbis gyűjtitek az aláírásokat, hol jártatok eddig? Hát eddig főképp ezen a héten, ugye szombaton kezdődött az aláírásgyűjtés, 12-én. Igen, akkor fel is vettük Tapolcán az íveket, akkor ott, ameddig vártam a buszra, addig még gyűjtöttem aláírásokat. Sikerült párat összeszedni? Sikerült szerencsére. És hogy szólítod meg ilyenkor az embereket, hogy jó, hát, akkor kívánok Sándor Balázsák, magyar kétfarkú kutyapárt, helyi rezidense, és szeretném, ha... Igen, bemutatkozók, elmondom, hogy szeretnék indulni a választás, és ehhez most 500 aláírás kell összegyűjtem, hogy a választási iroda elhiggye, hogy létezem. Már csak egy kell. Nem mondod, nem mondasz ilyenek. Az majd az utolsó kert, viszont biztos, hogy be fogom játszani egy párszor. Igen, és tehát Tapolcán fölvetétek, és Tapolcán a buszmegállóban igen, már ott csak mellette az önkormányzati iroda. Már csak ajkán gyűjtöttetek? Igen, ott most vagy elkezdtünk ajkára rákoncentrálni, mert itt gondoltuk úgy, hogy erősebbek vagyunk, és már csináltunk dolgokat, úgyhogy ez talán egy elég motiváció lehet a lakosoknak arra, hogy aláírják. És sokat kell magyarázni, hogy mi az a két farkú kutyapárt? Nem, szerencsére nem, és ennek nagyon örülök, hogy akárhányszor megkérdezem az embereket, hogy és ismeri, hogy ajkán miket csináltunk, és azonnal elkezdik mondani, hogy a krokodil vagy aligátor a csónakázótónál, a napozó ágyak, a busz megálló, úgyhogy szerencsére már az emberek automatikusan elkezdik sorolni. Most nem akarok rossz ízű megjegyzést tenni, de hála a helyi tájékoztatásnak, mert azért a kollégáim is oda teszik magukat, tehát ha jó kezdeményezéssel találkoznak, vagy találkozunk, akkor amellé állunk, bár ezt visszafejni a kapunk egy-két pofon, de igen, hát igen, ezt tűnik meg ugye ott a Facebook oldalunk nekünk elég jelentős közönséget meg a Facebook, tud igen, magának bevonzani. Így van, most nem csak a helyi sajtóra akartam rálőni, az egészet nyilván több csatornája is van a tájékoztatásnak. Hadd kérdezem meg a végén a 60 000 dolláros kérdést, hogyha sikerül összegyűjteni ezt az 500 aláírás, már pedig miért ne sikerülne, igen. Minden remények van rá, akkor körülbelül a múltkori választásokat tekintve is hány szavazatra számítasz? Gondolkodtál már rajta? A választókörzetben én, mint egyéni jelölt, olyan 2-3% körül eredményre számítok. Tehát teljes hármas számú választókerület. Igen, a hármas számú választókörzetben, mint jelölt, a párt valószínűleg ennél listás szavazatot többet fog kapni. A ajkán pedig ilyen 5-6% körülre számítok. Itt azért egy magasabb értéket. Igen. Hát majd meglátjuk. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm én is a lehetőséget.